kormányzati intézkedések közül kiemelném azt a 2014-es történést, amikor is a külügyminisztériumból külgazdasági és külügyminisztérium lett, ami gyakorlatilag azt vetítette előre, hogy innentől kezdve külföldi misszióink, tehát a nagyköveteink, azok nem csupán Magyarország barátságát vitték a célországokba, hanem ebből a barátságból a gazdasági előnyök kovácsolása is a feladatukká vált. 2019-ben született meg a Nemzeti Export Stratégia, amely egy irányvonalat mutatott, tehát egy jövőképet adott a magyar exportfejlesztésnek. A magyar exportnak ugyan a teljesítmény az kiváló, de a szerkezete az nem volt, mondjuk azt, hogy kiegyensúlyozott. Magyarország exportjának túlnyomó részét azt nagyvállalati szektor adja, és ennek a nagyvállalati szektornak, multinacionális nagyvállalatokról is beszélünk, azért a többség az külföldi tulajdonban van. Tehát itt az lenne a cél, hogy minél inkább a magyar tulajdonú vállalatok is nagyobb legyen a részarányuk az exportban, és hát a kis- és középvállalati szektor az, amelyik legnagyobb részt magyar tulajdonban van. Ki kell egyensúlyozni ezt a szerkezetet, és a NEXT, a Nemzeti Export Stratégia 2019-ben fogalmazta meg ezeket az alapelveket. Az Európai Unión kívüli export legyen előmozdítva. Ugye ez is egy 80-20-as arány volt, tehát 80%-a a magyar termékeknek és szolgáltatásoknak az EU-ba. Sérülékenyé teszi a magyar exportot, hogyha annak a termékeknek a piaca az meginog. És hát ugye ez most az Európai Unióra koncentrálódik. Kis- és középvállalati szektornak az exportban viselt részaránya az növekedjen meg. Harmadik nagyon fontos megállapítása volt az export stratégiáknak, hogy növelni kell azoknak az ismert márkáknak a számát, amik ugye Magyarország hírét veszik, úgy viszik külföldön, tehát egy ilyen brandépítési tevékenység. Ezen felül pedig azt is előirányozta, hogy a régióban, tehát nagyobb régióra gondolok, Közép-Európára, Közép-Kelet-Európára, hogy ebben a régióban a legversenyképesebb exportfinanszírozási rendszert alakítsa ki, ami egy különösen nagy kihívás, hiszen az Európai Uniós állami támogatási szabályok alapvetően nem export támogatás fókuszúak. A Covid magával hozott egy olyan enyhülést egyébként pont a már említett Európai Uniós állami támogatási szabályok tekintetében, ami könnyebben elindíthatóvá tett egy nagyszabású export támogatási programot. Ez volt a Nemzeti Exportvédelmi Program, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPÁN keresztül hirdetett meg 2020 nyarán. Ennek két eleme volt, egyfelől ugye a marketing célú, illetve kiállításokon való megjelenés támogatása az arra érdemes, illetve az arra pályázó cégek számára, a másik része az pedig kifejezetten a kifektetéseknek a támogatása volt. Tehát bizonyos kisebb külföldi beruházások részének, egy részének, költségének egy részének vissza nem térítendő támogatással történő segítése. Majdnem 50 vállalat kapott lehetőséget arra, hogy külföldi beruházásához magyar kormányzati támogatást kapva mutathassa meg, hogy mit tud a külpiacon, milyen típusú termelési kapacitást tud képíteni, és az hogyan muzsikál. Nagyon nagy a sikerarány. Úgy tűnik, hogy hosszú távon képesek megvetni ezek az egyébként inkább a kis- és középvállalati szektorba tartozó vállalatok külföldön a lábukat.